Jóestét kívánok, akik ezt az estét itt töltik el, holott máshogy is eltöltötték, mert minden jobb valami program természetesen. Az összes jobb helyen. Kedves vendégek, ezt szükségtelen elmondani, hogy óriási téma, rendkívül ellentmondásos téma, de hát ezzel indítanék. Na most a szociológiai szempontból én először azt szeretném tisztelni, hogy van-e értelme zsidó képzőművészekről beszélni. Akár van a fejünkön kapedli, akár nincs a fejünkön kapedli, akár zsidó témát ábrázol, akár nem zsidó témát ábrázol. Én amellett szeretnék érvelni, hogy van értelme, méghozzá az erőfeszítés szempontjából. És ez egy legitim szociológiai meggondolás. Tulajdonképpen független a művészettől, és mondhatják sokan, hogy hát hogy lehet művészet idegen szempontok szerint egyáltalán emlegetni. Én azonban azt mondom, hogy ennek van egy létjogosultsága, mint ahogy a zsidó származás, az tulajdonképpen a művészettől teljesen függetlenül okozott óriási bajokat az embereknek. Úgyhogy ebből kiindulva szerintem jogunk van művészetidegen szempontok szerint klasszifikálni a zsidó képzőművészeket. Egyszerűen arról van szó, még olyan korszakokban, mint az első korszak 1900 és 1910 között, amely rendkívül liberális és nagyon toleráns korszak volt. Még abban a korszakban is feltétlenül számolni kell, hogy egy zsidó képzőművész egyszerűen azért, mert a magyar kulturális szcénában vesz részt, bizonyos erőfeszítést kell tennie ahhoz, hogy a magyar kulturális szcénában elvárt, megszokott gesztusokat tegye, témákat válassza, megoldásokat keresse. Ez tekintve, hogy ő tulajdonképpen nem magyar, kulturális értelemben, vagy nem teljesen magyar, ez bizonyos erőfeszítést követel tőle, ez a beilleszkedésnek az erőfeszítése, néha erőt kell magán vennie, mint ahogy látjuk, hogy a legkiválóbb zsidó képzőművészek 1900 és 1910 között, gondoljunk Bihari Sándorra, vagy Fényes Adolfra, vagy akár a kiváló, később aztán ellaposodó Iványi Grünwald Bélára, ők ezt az alkalmazkodást odáig vitték, hogy kimondottan magyar parasztokat kezdtek ábrázolni, szegény magyar parasztokat, vagyis teljesen azonosultak a garantáltan magyar modellekkel, magyar emberekkel, méghozzá szegény sorsú magyar emberekkel. Aztán ez Biharinál bizonyos szocialista irányokat is jelentett. Na már most ez azt állítom, hogy tekintve, hogy az ő neveltetésük, az ő vallási hátterük szempontjából nem volt egy természetes gesztus, ezt fel is rótták nekik a kritikusaik egyébként. A nagyszerű Lika Károly emlegette éppen Fényes Adolfról és Biharról szólva, hogy erőltetetnek érzi azt az azonosulást, amit a Bihari meg a Fényes Adolf a szegény parasztokkal végrehajt, és ugyanez az azonosulás a Kosztánál, meg a, most már nem emlékszem, hogy kit hozott például, a Tornyainál, teljesen természetes. Na most ez véleményem szerint a kitűnő Lika Károly részéről is egy faji kiinduló pont. Ő egyszerűen erőltetetnek tartja, hogy Fényes Adolf vagy Bihari zsidó léttére azonosuljon szegény magyar parasztokkal. Míg a Tornyaitól, meg a Kosztától, akik ugye magyarok, azoktól nem tartja ezt erőltetett dolognak. Úgyhogy itt egy nagyon nagy probléma van. Én amondó vagyok, hogy szociológiai szempontból, tehát nem az, hogy mennyire jó festő a Fényes, és mennyire jó festő a Koszta, megoszlanak erről a vélemények. Egyszer több erőfeszítést kellett tennie a Fényesnek, hogy a magyar kulturális szcénába beilleszkedjen, a porondra kerüljön, és a sikereket arasson.
Most ebből a szempontból nagyon érdekes Molnár Ferencnek egy följegyzése, amit itt el szeretnék mondani. Tulajdonképpen nem kongruens ez a dolog, mert több szempontból is sántít. Egyrészt azért, mert Molnár Ferenc hihetetlenül sikeres volt, ő is Bródy Sándor, zsidó létükre, a század első évtizedében szárnyaltak és meteorként száguldottak a magyar kultúra egén, a magyar színházi kultúra egén. Másrészt pedig azért nem kongruens, mert ő csak azt mondja, hogy a zsenikre néznek irigyen, és ezt a dolgot én vitatom, mert az én tézisem az, hogy a zsidó képzőművészek között legalább annyi, hogy az újító képzőművészek között még több nagyság is volt a zsidó képzőművészek között, mint a magyar képzőművészek között. Nos, Molnár Ferenc így írja, ezt egyébként Kellér Andor idézi. Mi zsidó művészek, írja Molnár Ferenc, Fényes Adolf, Iványi Grünwald Béla, Szomori vagy én, körülbelül egyforma tehetség podgyászával indultunk el. Mindnyájan, sok század a világban, jól lehet nagy erőfeszítéseket teszünk, képességünk teljességét nyújtva, éppen csak a kerítésig tudunk eljutni, de belülre soha. Oda, ahová vágyódó pillantásokat vetünk, de ahol csak néhányan sétálnak, a zsenik. Na most, hogy Molnár Ferenc kire gondolt, Herceg Ferencre gondolt-e, mint zsenire, aki ugye belül volt a kerítésen, mert nem volt zsidó. Ez nem teljesen világos. Minden esetre azt kell mondanom, hogy nagy személyiségről tanúskodik ez az idézet, mert Molnár Ferenc, Fényes Adolf, Iványi Grünwald és Szomori, ez az a négy név, amely innen kihámozható, ezek rendkívül sikeresek voltak a 20. század első évtizedében. Olyannyira, hogy egyesek föl is vetették, hogy túlságosan sikeresek a zsidó művészek. Erről majd később beszélek. És mindez egy olyan liberális korban, amikor a király 1896-ban a millenniumi kiállításon, erről van egy hosszú idézetem, de most nem terhelem önöket vele, végig sétál a kiállításon, és tudja az örök, hogy miért, de mindig zsidó képzőművészek képei előtt áll meg, megkérdezi, hogy hívják az illetőt, bemutattatja magát a zsidó képzőművésznek, sőt, az egyiktől még vásárol is egy képet. Úgyhogy ez egy rendkívül liberális korszak volt. Hát gondoljuk meg, Ferenc József az, aki a Lueger bécsi polgármestert leinti, és hadd tegyem ehhez hozzá, hogy a Ferenc Józsefi korszaknak van egy nagyon fontos politikai, szociológiai szempont itt. Az, hogy a kiegyezés után létrejött monarchiában a nemzetiségeknek az elszakadási, önállósodási törekvése, különösen a szlávoké, de a románoké is, az rendkívüli módon aggasztotta Ferenc Józsefet, és ő úgy látta, hogy a zsidó az egyetlen státsfolk a sok-sok nemzetiség között. Én nem tudom, volt vagy 30 nemzetiség az osztrák-magyar monarchiában. Az egyetlen státsfolk, aki biztosan befizeti az adóját, biztosan bemegy a hadseregbe, hogyha besorozzák, biztosan a megfelelő politikai pártra szavaz, tehát a zsidók azok óriási mértékben hívei voltak a Habsburg monarchiának, és ezt Ferenc József a maga módján úgy viszonozta, hogy rendkívül toleráns volt a zsidókkal szemben. Na most azt is el kell még itt mondani, még mindig a 20. század első évtizedénél tartunk, hogy én a zsidó művész, a Fényes Adolf, az Iványi Grünwald, mondjuk ő kevésbé, de a Bihari Sándor feltétlenül, az akadémikus művészet csúcsai jártak ekkor, valahol ott a Színyei, hát az itt Munkácsi már meghalt ekkorra, de mondjuk Színyei még élt,
és teljes mértékben egyenrangúnak kezelték őket. Iványi Grünwald egy kicsit más volt. Ő az akadémikus művészettől az évtized közepén elfordult, és Nagybányát megjárva, ahol Réti és Torma és Ferenczi Károly egy rendkívül másodlagos posztimpresszionista, münchenista, mit tudom én, plener festészetet ösztönzött. Ott Iványi Grünwald tulajdonképpen összeállt azokkal az újító szellemű, ugyancsak zsidó és fiatalabb képzőművészekkel, akik Párizsból robbanásig újfajta festészetet hoztak, és ez aztán oda vezetett, hogy 1905-től kezdve egyre jobban kiváltak a nagybányai körből. Főként Kecskemétre távoztak onnan, őket úgy hívták, hogy neósok. Na most itt egy nagyon fontos dolog van, mert azt akarom én ebből kihozni, hogy ebben a nagy toleranciában, ami a zsidó festők iránt megmutatkozott, és elsősorban az akadémikus zsidó festők iránt, ebből a nagy toleranciából tulajdonképpen önként kiiratkoztak azok az ugyancsak zsidó festők, Ziffer Sándor, Perrot Csaba Vilmos, Czóbel Béla, Cigány Dezső, voltak köztük keresztények is, már fiúkat is említhetjük, Bornemisza Gézát is, és így tovább. Na most ők kirobbanó képeket kezdtek festeni 1905-től, pontosan egy időben a párizsi fóvokkal. Erről egy óriási kiállítás, Berény Robertet is említhetem, szintén zsidó, szintén Párizsból merítette az ihletet. Matisse, Cézanne és Gauguin. Gauguinnek egyébként 1907-ben ezt hallgassák meg. Gauguinnek 1907-ben a Nemzeti Szalonban, amely az Engels vagy Erzsébet téren állt, amíg le nem bontották, 55 festményét állították ki Budapesten. 1907-ben. Ez is egy óriási nagy fricska volt a hivatalos akadémikus festészetnek, és rengetegen merítettek ihletet belőle. Na, ez a zsidó társaság, ezek kiiratkoztak ebből a toleranciából, és rendkívül progresszív, újító, és a polgári ízlés számára meghökkentő, sőt gyűlöletes stílust teremtettek meg. Most én nem akarok itt hosszan értekezni sem a fóvokról, sem pedig arról a csoportról, amelybe a fóvoknak a nagy része átiratkozott, a nyolcak csoportjába 1909-től. Csupán azt akarom megemlíteni, hogy az én véleményem az, hogy a nyolcak csoportosulás, amelyben 6 zsidó és 2 nem zsidó művész szerepelt, az visszalépést jelentett a fóvoknak a korábbi 1905 és 1909 közti művészetéhez képest. Tudnék egy ilyen klasszikus, időtlen, nem tudom micsodás, valami ilyen elvont dolog volt ez a nyolcadnak a csoportja, és egyáltalán nem volt olyan progresszív, mint az annak idején sokkal, mint például Lukács György is megírta 1910-ben az Utak elvált a című dolgozatában. Ez inkább ezeknek az embereknek a világnézete miatt volt Lukács számára fontos. Lukács soha nem értett a festészethez, ez a cikke sem tanúskodik nagy megértésről, de ő egyszer azért dicsérte meg a nyolcaknak ezt a 910-es kiállítását, mert a nyolcak valamennyien a 20. század, a Társadalomtudományi Társaság, a Galilei kör, a szabad kőművesség, ez egy nagyon fontos szempont egyébként, amit mindenki elhanyagol, hívei voltak, és nem vette figyelembe, hogy ez tulajdonképpen egy visszalépés ahhoz a vibráló, dülöngélő, izzó festészethöz, ami egyébként kihújt Ziffernél is, Perrotnál is,
akik nem voltak a nyolcaknak a tagjai. Elmondom gyorsan, hogy kik voltak a nyolcaknak a tagjai. Először a zsidókat mondom. Cigány Dezső, Czóbel Béla, Orbán Dezső, Pór Bertalan, Tihanyi, aki a legnagyobb volt köztük, később az aktivisták között is, és konstruktív dolgai is későbbi jelentősek. Tihanyi Lajos, Berény Róbert, és a két keresztény, Berénynek is szerepe volt az aktivisták között, de ez már 1915, és a Tanács Köztársaságban, mint plakátművész, és a két keresztény, Kerstok és Márfi. Na most azt hiszem, hogy a ragály az Kerstoktól indult el, az ő hatásának tulajdonítható az, hogy ez az ízás, ez a robbanékony, csodálatos festészet lehiggadt, ellaposodott, érdektelenné vált. Ez nem azt jelenti, hogy a nyolcak ne lettek volna botrányosak, hiszen valamennyi kiállításuk botrányba fulladt, és sokan karikatúrák készültek róluk, hogy kitekert tagokkal ábrázolták az apjaikat. Ez igaz, de a fóvokhoz képest ez egy megszelidült, meg nem szabályozott művészet volt. Nem tudom, hogy mennyi időt fogyasztottam el mostanáig. Segítesz a Laci. 20 perc. Akkor legfőbb ideje, hogy áttérjek a második időszelvényhez. Itt azt lehet megjegyezni, hogy egyrészt voltak emigráns magyar zsidó képzőművészek, ők vitték a legtöbbre. Másrészt voltak az emigrációból hazatért zsidó képzőművészek, Berényre utalhatok, Perrotra is. Orbán Dezsőre például, és így tovább. De feltétlenül 1920 döbletes hatással volt a magyar képzőművészetre, különösen a magyar zsidó képzőművészetre, az itt van művelt magyar zsidó képzőművészetre. Úgyhogy azt elmondhatom egészen általánosan, tudnék arról volt szó, hogy ez a tolerancia, ez a liberalizmus, ez teljesen megszűnt. Ennek a politikai háttere az volt, hogy 1920-ig a magyar zsidóságra politikai szempontból volt szükség azért, hogy nagy nehezen 50% fölé tornázták föl a magyarság arányát az össznépességben, a királyi Magyarország össznépességében. Amikor jött Trianon, akkor a trianoni Magyarország 91%-ban írta le magyarra. Nem volt már szükség arra, hogy a zsidókkal kesztyűs kézzel bánjanak. Egyébként is az ő nyakukba varták jobb híján az egész Trianont. Na most, itt egyrészt az volt, hogy 1922-23-ig nagyon úgy nézett ki a bécsi emigráció, egyébként lenyűgöző Jászi Oszkárnak a naplója, mindenkinek ajánlom, 1923-ig. Van Amerikában a távozásaik, hogy mennyire hittek abban, hogy vissza lehet jönni, és meg lehet dönteni Hortiékat, és mindent vissza lehet csinálni. Ugyanakkor Jásziék gyűlölték a Kumbéláékat is. Úgyhogy ez némi analógiát mutat a mai nappal, szerintem. Úgyhogy egyáltalán nem volt egységes a Hortinak az ellenzéke. No, de nem erről akarok beszélni, hanem arról, hogy azok az emigránsok, akik elsősorban Moholy Nagy, aki már Magyarországon az aktivistákkal együtt Kassák szárnyai alatt nagyon fontos fotográfiában nagyon fontos dolgokat művelt. Ő egyébként az én definícióm szerint zsidó, de tudni kell, hogy a leánya a Hattulaz, az hallani sem akar erről. Úgyhogy én bocsánatot kérek a Hattulától, de hát ez a nagy helyzet. Most a Moholy Nagy, hogy egy picit róla beszéljek, hát ő először is Bécsbe került, aztán átkerült Berlinbe, kiállította a Sturmban, és ott megtetszett Gropiusnak az, amit csinál, meghívta Bauhausba. A Bauhausnak óriási jelentősége van a
az emigráns magyar képzőművészet szempontjából. Itt óriási tehetségek jöttek elő, olyanok is, akik aztán visszatértek, vagy megpróbáltak visszatérni, például Brauer Marcel, 34-ben visszajött Magyarországra, és azzal fogadták, hogy nem vették fel a mérnöki kamarába, mert a Bauhaus diplomáját azt nem akarták elfogadni. Forbát Imre, a zseniális építész, aki később világhívű lett, és még hosszan sorolhatnám, de azt akarom egy általános tényezőként megemlíteni, hogy itthon, akik itthon maradtak, vagy hazajöttek az emigrációból, óhatatlanul elszürkültek, ellaposodtak. Azok is, akik permanensen itt voltak, mondhatnék zsidó képzőművészek, Vörös Géza, vagy Frank Frigyes, vagy stb. Bár Franknak is volt egy berlini korszaka, majdnem mindenki 20 körül elment, elpucolt. Nos, elszürkültek, mert egyszerűen ez a kultúrpolitikai helyzet a maga intézményi rendszerében is egyébként, mert voltak ugyan egyesületek, a KUT ilyen volt, ahova a zsidókat is bármikor fölvettek, de például a Római Akadémiai ösztöndíjat, amennyire én tudom, zsidó vallású egyén nem kaphatott, tehát római katolikusnak kellett lenni. Ez volt persze a legjelentősebb ösztöndíj a 30-as években. Na most, ami pedig a díjakat, meg a jutalmazást, meg a vételeket illeti, ja, még egy pár példa. Berény Róbert, aki egy izzón fontos fófestő volt, talán a legnagyobb az összes közül, a magyar zsidó fóvok közül. Kérem, alássam, itthon volt 30 és nem tudom, azt hiszem 50, 52-ben, 53-ban halt meg. Végig itthon volt. Kezdetben még emlékszünk erre a Egisztó Tangó karmester képére, meg a cselló művésznő képére, nagyon jól csellózott. De alapvetően ilyen legelészőbb birkákat kezdett festeni a nagymarosi domboldalon, teljesen érdektelen dolgokat. De mondhatnék más példát is. Itt van például Fényes Adolf, a nagyszerű Fényes Adolf. 20 után, ő azt hiszem 44-ben, 45-ben halt. 20 után mese jeleneteket kezdett festeni. Bugyuta, gyermekképes könyv illusztráció stílusban, nem tudom, láttak-e már ilyeneket, hát sajnos nem vetítünk, de hát valami föltelmes. Föltelmes szint süllyedés lépett föl a Fényes Adolfnál. Iványi Grünwaldot is mondhatnám, aki még a neósokkal együtt fóvos dolgokat mutatott 1956 körül. Kérem, alássad az Iványi Grünwald, semmi más nem csinált, mint bugyuta virágcsokrokat, ezredszer megfestett vázában álló virágcsokrokat, festett a polgári szalonok számára, tulajdonképpen megélhetési festővé vált. Na most, hogy ez azért volt-e, mert nem volt kedvére való ez a Horthy alatti kultúrpolitikai helyzet, vagy egyszerűen azért, mert belátta, hogy nincs megoldás, mert hát itt Magyarországon senki nem kíváncsi az újítókra. Ezt én nem tudom megmondani. De az biztos, hogy például Zobelnél is, Zobel, aki nagyon-nagyon fontos fófestő volt, és a 80-ban is benne volt, és elbűvölő dolgokat csinált Franciaországban, és nagyra tartották. Kérem, alassan 30-as évektől érdektelenné vált. Azt kell mondanom, önismétlővé érdektelenné vált. Na most, majd a 60-as években még beszélek róla, mert ő nagyon sokáig élt. Ebben a minőségében kultiválta őt a Cél György, de ez egy másik történet. Most viszont, hadd beszéljek, ezt 10 percet fogyasztottam el ebből a részből, Laci. Igen. Akkor van még 10 percet. Most hadd beszéljek azokról, akik az itteni sanyarú körülmények ellenére újító dolgokat tudtak zsidó létükre, újító dolgokat tudtak létrehozni, és rendkívül nagyot tudtak alkotni. Bár nagyon nehezen.
generációkból is kaptak ösztönzéseket ehhez. Elsőként beszélek a szociófotósokról. A szociófotónak a fejlődése két forrásból származott. Kassák 1926-ban hazatért, és tulajdonképpen ő, az ő lapjában, a munkában, amely a tett és a ma után indul, Moholy nagy külföldről egyre másra küldözgette a rendkívül progresszív cikkeit. A Kassák-féle lapon kívül, a munkán kívül egyedül Romániában a korunknak adott cikkeket Moholy nagy, ezeknek egy gyűjteménye olvasható. Nemrég kiadta, hát 30 éve kiadta a Kriterium. Na most ez Moholy nagynak a hatása volt, őről nem beszéltem eleget, mert a 20-as években nem akarok beleragadni, de 30-tól kezdve kialakul egy rendkívül erős, Kassák körül egy rendkívül erős szociofotós kör, amely Moholy nagynak a fotó teóriából is merít. Persze nem olyan mértékben, hogy a fotót teljesen autonóm műalkotásnak tekinti, amihez nem is kell lencse, mert tulajdonképpen a papírt a kidolgozó folyadékban is lehet manipulálni, és ebből lesz az úgynevezett fotogram. Ez volt a Moholynak a legnagyobb találmánya, vagy egyik legnagyobb találmánya mai napig a magyar képzőművészek közül a legkeresettebb és a legdrágább árverési művész Moholy nagy. Itt semmire nem vették. Na most azért beszélek erről, mert itt voltak mindenféle kiállításaik ezeknek. Ez egy baloldali társaság volt, hát nem csoda, hát Kassák körül. És volt például egy tárlatunk 32-ben, azt hiszem Szolnokon, amit a rendőrség bezáratott. Mindegyiküket, akik a megnyitóra érkeztek, olyanok, mint Hár Ferenc, meg sokan mások, főleg férfiak, Kassák körüliek. Mert köztük volt egyébként a Veszelszkinek volt az osztálytársa. Na mindegy. És természetesen az album megjelentetése is lehetetlenné vált ezután. De ezután hirtelen a semmiből, bár nagyon gazdag hagyományai vannak a zsidó magyar fotóművészetnek már a monarchia idejéből is, hát gondoljunk csak Székely Aladárra, vagy Angelóra, aki Funk Jenő volt, és az ő tanítványaikra, Pécsi Józsefre és nagyon sokakra másokra, ez egy szint zsidó foglalkozás. Volt egy Révai Ilka nevű nagyváradi költőnő, aki zseniális portréfotós volt, később kikerült Párizsba. Párizsban legalább 50 elsőrangú magyar zsidó fotós volt, ebben az időben, 30-as években, hogy más nem mondja, Müller Miklós, a Radnotiéknak a nagy barátja, a brassai, akkor Robert Capa, aki Friedman Endre néven indult. Egyébként itt Budapesten jelenleg is van egy Friedman Endre nevű fotográfus, nagyon derék fiú, nemrég beszéltem vele. Na már most Kertész Andrét, André Kertészt is, hát valamennyien zsidók voltak, valamennyien tulajdonképpen úgy, mint egy mellékesen kezdtek el fotózni, és állatira bejött nekik. Szóval meghódították az egész világot. De akik Pesten csináltak ezt a dolgot, hát említek egy pár nevet, Sugár Kata, ez Sugár Andornak volt a felesége, ha jól emlékszem. Sugár Andor a szocialista művészcsoportban. És a lánya volt, és a felesége a Steffi. Sugár Steffi az egy más dolog. Na most volt egy Langer Klára nevezetű, nagyon-nagyon tehetséges szociófotós. Ezeket a zsemléreket, szegény parasztokat fotózták. Akkor volt a Tiborcz féle kötetet megíró
létrehozó, az volt azt hiszem a Kálmán Kata, hadd lapozzak már oda. Most Kálmán Katának ez a Tibor című kötete, amely magyar szegényparasztokról készült, Móricz Zsigmond előszavával 1937-ben. Épp úgy kiváltotta a népi falukutató íróknak a tiszteletét, mint az urbánus baloldali zsidó publicistáként, mint Bálint György. Bálint György a következőképpen ír erről a Tibor című kötetről. Lapozok közöttük, és alig bírom a tekintetüket. Nagyobb tárgyilagosság már több volna. Ítélet. A cikknek az a címe, a fényképek számon kérnek. Most ez a, de más zsidó nőfotósok, mint Rétner Márta, Reizma Marian, Zinner Erzsébet, azok is rendkívül figyelemre méltót alkottak a 30-as években. Mondom, annak ellenére, hogy itt fullasztó volt a kultúrpolitikai légkör, fasizálódás volt, úgyhogy minden, amit akarunk. A másik nagyon fontos vonulat, amely világszínvonalat hozott létre a rossz körülmények ellenére, és itt újra emlékeztetek az kétszeres erőfeszítés szükségességére, az az építészetben zajlott le. A 30-as éveknek az építészetében a CIAM, hát én így mondom csak, hogy CIAM, de ez a Centre International de l'Architecture Moderne. Ennek volt egy magyar tagozata, körülbelül felerész zsidókból állt, felerész meg nem zsidókból. Ezek 1928-ban kezdték meg a működésüket, és mindenestül a Bauhausnak és a The Style nevű holland iskolából indultak ki, de a Le Corbusiernek, egyébként az ő fotósa volt nagyon sokáig, azt hiszem a brassai, de mindegy, de ezekből indultak ki, és például 32-ben beadtak egy tervet a Klebersbergtől, akit most a mennybe menesztenek. Azt mondja, hogy 31-ben. Nem tudom, ismerik a Napraforgó utcát a külső pasarétben. Na hát ott 22 villaépület épült föl a CIAM tagoknak a részvételével, de belefolyt más is, nem csak CIAM tag, hanem például Kozma Lajos is, hát hogy nem mondjam kisebb nevet, aki zseni volt a díszítő művészetekben és a iparművészetben. Na most ezt engedélyeztették a Klebersbergnél, ezt a dolgot, noha egy magánberuházás volt, és kizárólag magánosoknak adták el az elkészült házakat. Klebersberg a következővel engedélyezte a dolgot. Idézem. Az új építészet, az új szellem kifejezés módja. Helyesnek tartom, ha a magyar generáció a nemzeti tradíciók tiszteletben tartása mellett az új építészet törekvéseivel is kellő módon foglalkozik. Most ezt nem tudom, hogyan bizonyították be, hogy ők a nemzeti tradíciókat is tiszteletben tartják, mert ez nem nagyon látszik a Napraforgó utca házai. Mindenesetre Klebersberg ezzel engedélyezte a dolgot. Megemlítem, hogy ebben az időben, 31 körül, már óriási
teret nyert Németországban az úgynevezett Heimatschutz, a honvédelem, vagy az otthonok védelme, amely hatalmas támadásokat eredményezett a Bauhausos funkcionális modern építészet ellen. Azok így írtak, hogy a téglából rakott kandalló meleg otthonosságát nem pótolhatják a dobozszerűen hideg geometriával egymáshoz illesztett vasbeton szerkezetek. Na most ez a CIAM, ez egy rendkívül érdekes társaság volt. A Molnár Farkas volt a szellemi vezető, aki 1926-ban tért haza a Bauhausból, és lángolóan baloldali volt. Ő tervezte például a 100% című kommunista folyóiratnak a címlapját, és hát teljesen természetes volt, hogy neki a zsidó kollégák ugyanolyan jók, mint a nem zsidók. Az ő segédje egy Fischer József nevű, szintén nem zsidó építész volt, akinek nem volt ugyan diplomája, de ők ketten csináltak mindent. Most ők a megvalósult, nem tudom én, 55, egy írásból veszem ezt, 55 épületből 22-t ők ketten csináltak, a többi osztozott a többi 14 vagy 16 építész, úgyhogy nem voltak ők szégyenlősek. Mindenesetre ez a dolog nagyon jól ment. És azt kell tudni, hogy egyikük se volt tagja a mérnöki kamarának. Tudni, a mérnöki kamarában nem csak a zsidók jutottak be nehezen, hanem a baloldaliak is. És itt a nem zsidó tagok, mint a Molnár Farkas a vezető, azok viszont rendkívül baloldaliak voltak. Úgyhogy ez azzal járt, hogy aki nem volt tagja a mérnöki kamarának, és ezt nagyon meg kéne nézni, a Kovács M. Máriának meg kéne ezt nézni, mert ő foglalkozik a kamarai tagságokkal 30-as években, hogy eleve nem is indulhattak állami pályázatok. Aki nem volt a mérnöki kamarának tagja, állami közületi pályázatra be se adhatott tervet. Tudni, alá kellett írni minden tervet, és onnan tudták, hogy benne van-e a kamarai névjegyzékben, vagy sem. Most a zsidóknál föl sem merült, hogy állami terveket pályázzanak meg, és ezért tudtak szerintem, itt a kétszeres erőfeszítésre emlékeztetek megint, a magánmegrendelők, tehát magánbefektetőknek tele építették az új Lipótvárost például. Ilyen kisebb, 6-12 lakásos társasházak, hallatlanul magas színvonalon, rendkívül rövid határidőre, kifogástalan műszaki paraméterek mellett, időre. Ezt mondjuk egy keresztény tervező nem biztos, hogy tudta produkálni. Tudnik, ez a hatalmas nagy motiváció zsidókban, hogy igenis egy szinten szerepeljenek a nem zsidókkal. Egy ilyen korszakban, amikor a zsidókat kutyába se vették. Ez szerintem feltétlenül emelte az ő teljesítményüket. Emlékeztetek a Margit körútra, azért, mert ennek jelentősége lesz rövidesen. A Margit körútnak a beépítése szinte teljesen zsidókkal, Hofstetter és Domány, akkor mondhatnám az Átrium házat is, itt van. Akkor például a mozi építészetben, amely ilyen magános megrendelőknek szinte kizárólag zsidók dolgoztak, a művész mozit, mondom, a Broadway mozit, a későbbi filmmúzeumot, akkor az Átrium és a Korzó mozi, amit a Kossa Zoltán épített, szinte kizárólag, sőt azt lehet mondani, hogy kizárólag zsidó építészet. A Szimpla mozi, amit a Preissig Gábor és Oblat György zsidók építettek be, első munkájuk volt zseniálisan. Emlékezzünk ugye a későbbi Bartók mozi, és egy hatabeletes bérház hozzá, szinteltolással és hegyeszögű telekre, meg amit akarsz, mint a Bartók. Tessék? A Royal. A Royal mozi? Igen. Az is ilyen? A Vörös Villagi. Komolyan? Persze. Erről nem tudtam. Köszönöm szépen. Royal szállóval egy. Hát tudom, jártam benne sokszor, és kiépítettem. Azt hiszem a Preiss. Preissig?
Jó, köszönöm szépen. Na most ennek minden esetre az volt az oka, hogy magánmegrendelőkre szorítkoztak, és szerintem a Margit körül bizonyítja például a Elműház, hogyha tudják, ott az autóklub mellett jön le egy utca, és ott mellette van az Elműház. Egyszerűen zseniális, ezt a Hofstetter és a Domány építette, vagy a Pozsonyi út 40, 38-40, azt is Hofstetter, Domány. Közraktár utcában, Domány már emigrált Londonban, Hofstetter építette. Közraktár utca és a Bakács utca sarkán. Csodálatos, máig kifogástalan épületek. Itt azt mondanám, hogy tudták a minőséget tartani, mert ezekben a Bauhaus épületekben egy bizonyos időn túl fellépett egy bizonyos rutinizálódás. Ezt el kell ismerni. Ezek legömbölyített erkélyek, fektetett ablakok, mit tudom, ilyen vizes blokkok meghatározott helyen. Egy kattafára készültek. Úgy érzem, hogy a zsidó építészek ezen túl tudtak lendülni. És éppen ebből származott a baj. 1938 nyarán megszületett az első zsidó törvény, és talán azért, mert egy csomó zsidó régebbi építészt kiszórtak, vagy készültek kiszórni, Molnár Farkasék elhatároztak, hogy megpróbálnak ők is bekerülni. Összehívták a CIAM-ot, és közölték a tagsággal, hogy föl kell osztatni a CIAM-ot, mert ez egy zsidó társaság, mindenki így emlegeti őket, és így nem tudnak bekerülni a kamarába, meg nem kapnak megrendeléseket, olyan a helyzet. Ligeti Pál, aki egy nagyszerű könyvet írt 1930-ban a Bauhaus építkezésekről, ő és Vágó József voltak az előfutárai a CIAM-nak. Erre felszólalt, és azt mondta, kérem szépen, mi lenne, hogyha mi kilépnénk, hogy megmaradjon ez a CIAM. Nem volt elég a Molnár Farkasnak, azt mondta, szó nem lehet róla, felosszunk. Így is történt. Na most ettől kezdve a Molnár Farkas egy nagyon érdekes fajvédő fordulaton ment keresztül, ő és Rácz György. Ők elmentek szélső jobboldali irányba, és a nyilas lapokba kezdett írni a Molnár Farkas, ami rendkívül sajnálatos. Most Preissics Gábor, aki együtt dolgozott vele évtizedig, utólag úgy próbálja mentegetni, de nem igazán sikerül neki az ő saját önéletrajzában. Mert tény és való, hogy a nagyon mocskos dolgokat írtam a 39-40-ben a Molnár Farkas, azzal, hogy a zsidó építészek elöntötték a terepet, elszívják a levegőt olyan nagyszerű építészek elől, mint a Janáki, Rimanóci és mondott egy harmadikat, mind a három Y-os egyébként. Magát nem említette, ez nagyon érdekes ebben a cikkben, mert ő Müller Wolfgang volt eredetileg, hát kicsit furcsa lett volna, hogyha ő magát színmagyarnak állítja be, akár csak a Fischer Józsefet. Mindketten svábok voltak. Na most ez mondjuk a javára irandó. Minden esetre ez egy nagyon csúnya fordulat volt, és ez tulajdonképpen véget vetett. Domány egyébként, a Hofstetternek a munkatársa, 39. szeptember legelején, amikor kitör a második világháború, elmegy Londonba, emigrál Londonba, és ott öngyilkos lesz. Ezt kéne valakinek megírni, a Dományt. De nem csak őt, hadd mondjak még egy történetet, hogy zárjam ezt a fejezetet, mert most már elértem a 20 percet, azt hiszem. Volt a Bauhausban, hát nagyon sokak mellett egy Sebők István nevű grafikus, aki a Gropiusnak rajzolt. Tudnék, a Gropius bármilyen zseni volt, nem tudott rajzolni. Na most a Sebők István rajzolt neki, és amikor feloszott a 28-ban a Gropius otthagyta a Bauhaust, ez egyébként a Breuer miatt volt, de ez egy hosszú történet, olvassák el a könyvemet erről. Elment Moszkvába. Hát ugyanúgy, mint Herbert Walden a Sturm Galériának a tulajdonosa,
Azt hitték, hogy Moszkvában jobb lesz a helyzet, mint itt Európában. Most a Sebő István egy gulákba végezte, ugyanúgy 41-ben ölték meg egy gulákban. Herwart Waldert is egy gulágon ölték meg, de a Sebő Istvánra visszatérve. A felesége és a lánya, akik nem kerültek munkatáborba, a Oroszországba, azokat meg bevonuló németek írtották ki. Szóval ez egy akkora nagy történet, óriási történet. Ezt a Sebő Istvánt is valakinek meg kéne írnia, mert hihetetlen történet. Az oroszok is lecsaptak a zsidókra, meg a németek is. Körülbelül ugyanakkor. No, hát körülbelül ennyit tudtam elmondani. Minden esetre kiderült, hogy nem azok nyújtottak itt világszínvonalat, akik beolvadtak a hortista korszaknak a kultúrpolitikájába, hanem egyrészt azok, akik kiszakadtak belőle, emigrációba kerültek. Hát Forbát sem. Itt 10 évig dolgozott Forbát itt, Pécs környékén, gyönyörű dolgokat épített. De végül világhírű Svédországban lett. Itt az Isten. Orbán Dezsőt említhetném, egy egykori nyolcak tagot, aki a 30-as években indult egy új szellemű iparművészeti iskola, ahol egyébként Lesznai Anna is tanított, és Kozma Lajos is. De aztán 38-ban másodszor is emigrált, elment Ausztráliába, és ott is halt meg. Tehát itt a dolog nem túl biztató, viszont ennek ellenére én Váltig mondom, hogy mégiscsak volt itt világszínvonal, de az a kultúrpolitika és a politika ellenében történt, teljes mértékben. Most nem beszéltem még, hát Vajda Lajosról és Farkas Istvánról, két óriásról, képzőművészetnél maradva, de hát talán nem is kell mondanom, hogy tulajdonképpen ők is, egyrészt Farkas Istvánnál döntő volt az emigráció, hát 32-ig lényegében franciaországi állampolgár volt, csak az apja halála miatt kellett hazajönni. De ő tulajdonképpen nem, semmi köze nem volt a kultúrpolitikához, úgy csinálta a dolgait, nem is volt túlzottan elismerve. Ami Vajda Lajost illeti, ott azt hiszem megint érvényes, hogy a kultúrpolitika ellenében lett nagyszerű művész. Egyébként nem is tudom, hogy egyáltalán vásárolta valaki tőle. A szanatóriumban 42-ből való egy levele a Júliához, hogy jaj, vigyázz, mert most lehet, hogy jön egy vevő, tedd ki azt a képemet, amit lehet, hogy megvesz, meg valami ilyesmire emlékszem 42-ben halála előtt. Nem vettek tőle semmit. Holott a legnagyszerűbb, a legeurópaibb, a legprogresszívebb képzőművész valószínűleg Vajda Lajos volt a két világháború közti korszakban. Egy tragikus történet. Egyébként erre még egy kicsit a műgyűjtésről, egy percet még adjanak nekem a 30-as évek műgyűjtéséről. Itt egyáltalán nagy zsidó gyűjteményekben zsidó művek nem nagyon voltak. A monarchia idején sem. Tehát Szinyei volt, Munkácsi volt, ha már magyar volt, de általában olasz, spanyol, holland, ilyen dolgokat kerestek a műgyűjtők. Az már csak 20 után volt, hogy egyes gyűjtők elkezdtek modern dolgokat is, hát elsősorban mondjuk a Neményi Bertalan, akinek egy fantasztikus, de a Herzog gyűjteményben is gyönyörű, szép, modern dolgok voltak. De a zsidó nem. Ők azt hiszem, hogy inkább a kvalitást, meg az, hogy zsidó, azt ők eléggé kerülték, sőt, inkább ilyen keresztény Jézus, mit tudom én, életképeket szerváltak be. A Nemes Marcellre is igaz ez. De most én a 30-as évekről beszélek. Itt van például a Radnai gyűjtemény, aki egy gyorsíró tankönyvet hozott létre, meg egy gyorsíró iskolát. Ő keresztény volt. Ezzel tönkretette egyébként Radnotinak az apostát, a gyarmati
József volt parlamenti gyorsíró, aki addig az ő gyorsíró iskolája volt a legjobb. Na most a Radnai jött, tönkre mentek a gyarmatiek, és rengeteg pénzhez jutott a könyvének a bevételeiből, és elkezdett vadul gyűjteni. Na most gyűjtött ő mindenféléket, és főleg a Gresham körből gyűjtött, de én úgy ítélem meg, hogy egy-két rajztól eltekintve, talán egy-két Zobel rajz van a gyűjteményben, pedig a Gresham körben volt a zsidó festők. Ő nem. Ő Berkovics, Egri, Bernát, Borne vissza, ahogy így visszaemlékszem, Pácai, Megyesi, ilyesmiket gyűjtött, és gondosan vigyázott rá. Egyébként föl is jegyzi a szakirodalom, hogy elment Kálai Ernő, az ismert műkritikus, aki Kassákék körül volt Bécsben már, és aztán Bauhaus körül is legyeskedett. Ő egyébként nem volt zsidó, és hozzáfűződik a mondás, hogy oda ment hozzá egy nyilas 44-ben. Mondja, Kálaikám nem zsidó maga véletlenül? És azt mondja, nem, én egész egyszerűen csak egy zsidó bérenc vagyok. Na, a Kálai Ernő elment a Radnaihoz, hogy a Bán Béla egy nagyszerű zsidó festő volt. A munkaszolgálatban van, a felesége éhezik, mit tudom én, vegyen már tőle egy pár rajzot, pár pengőjön. És a Radnainak volt pofája, azt mondja, hogy nem veszek. Nem. Állítom önöknek, hogy ez valószínűleg azért volt, mert a zsidó képzőművészeket nem akart beengedni a gyűjteményébe. Erre adataik vannak, úgyhogy ez tényleg így volt. Úgyhogy ez is sújtotta, szerintem a Vajda Lajostól is azért nem vett senki, mert hát a zsidó képzőművész nem számított olyan értékesnek, mint egy egri. Én nekem külön véleményem van az egriről egyébként, de ebben jobb, hogyha nem megyek bele. Na, akkor ennyit ezekről a gyászos időkről, és akkor kérdezem, hogy van még negyed óra, 20 perc. Persze. Nagyszerű. Van-e kérdés az eddigiekhöz? Fried Wilmos például, vagy a Paul Fried, a Fried Pál, aki a Nationnel Galériba egy nagy festőművész. Hogyne, hogyne. Fried Pál. Hát én éppen azt mondtam, hogy aki annak jobban sikerült a dolog. De én mondjuk a Friedet nem tartom olyan jelentős festőnek. De aztán haza is jött, nem? Nem jött. Nem jött haza? Nem, látogatnék. Hát igen, Cseszer is eszem, csak Párizsban akik voltak, de hát én mondhatnám, a Hollandiában a fényképész a Kandor nevezetű, akkor Juan Gyenes Spanyolországba került, nagy fotós lett ő. Akkor ki az, aki a Marilyn Monroe-t fotózta, és szintén zsidó magyar volt? Margitai, vagy hogy a fedélye? Munkácsi Martin, ugye? És Lucien Arthur Hervé. Lucien Hervé, L.K. László, akinek, igen, az is egy nagyszerű fotós volt, igen. Tehát a fotósok közül, itthon mondjam, csak ez a szociófotó volt, de hát ebben nem volt pénz. Hát ebben semmi pénz nem volt. Hát nem tudta eladni még annak a szegény parasztnak se, akiről megcsináltam képet. Nem lehetett eladni. Hát kérem szépen, most ugorjunk egy nagyot, és jussunk el valahogy 1960-ig, mert azt ígértem, hogy a harmadik időszelvényünk az 1960 és 1970 között lesz. Hát mindenek előtt, ahogy ígértem, hát itt vannak még nagy öregek, mint itt van Zobel, aki Acélnak az egyik kedvence. Persze gondosan kiegyensúlyozva, mert mindig ott volt a másik oldalon Barcsai,
Tehát, hogyha Acél elment Szentendrére, Szóbrához, utána átment Barcsajhoz. Mert erre az Acél nagyon vigyázott. Na már most említettem, hogy Szóber nagyon erőtlenedik. Hát alig látott már szegény már a 60-as években. Hát inkább 70-től kezdve már szinte semmit nem látott, meg nagyon púpos is volt. Na, de hát voltak itt azonban még nagyszerű emberek, akiket az Acél, és most én tulajdonképpen itt az Acélról akarok beszélni. Az egész 60-as, 70-es, 60-as éveknek a kultúrpolitikája, a magyar zsidó képzőművészetnek a helyzete. Itt az Acélról kell beszélni, mert ő volt az, aki ezeket a dolgokat elrendezte, kézben tartotta. Vacsorák, vacsoraasztalok mellett, meg hivatalos irodákban, meg minden elrendezte. Hát mit tudom, börtönből ki tudott hozni embereket. Útlevelet tudott szerezni. Valaki írt neki, hogy acélártás, ki kell festessem a lakás, 35 ezer forintba kerül, intézze már el, hogy megjelenjen az új könyvem a Magvetőnél. Hát ő kommunista volt. Hát Acél persze, persze. Na most itt az Acél féle kultúrpolitikának a zsidó vonatkozására szeretnék én kitérni. Először is nagyon ellentmondásos ez az egész dolog, mert tulajdonképpen az Acél, amennyire jó kommunista volt, tulajdonképpen annyira jó zsidó is volt. Tulajdonképpen, hát legalábbis élete utolsó éveiben. De azt el kell mondanom, hogy például 47-ben, ezt Révész Sándor könyvéből veszem, a Zemplén megyének volt a megyei titkára, kommunista párt titkára, és összehívatta a zsidókat, és a következőt mondta nekik. Kérem, ha maguk itt békében akarnak élni, ne kutassák, hogy hova tűnt el a hokedlijük. Törődjenek bele, hogy nincs hokedli, csak így tudnak békében élni, hogyha ezzel már foglalkoznak. Ezt mondta, összehívta a zsidókat, a hitközségeket, és ezt mondta nekik. Na most ez a hokedlizés, ez szerintem egy arcúcsapása volt a holokausztot túlélt zsidóság számára, de hát a kommunista hit, ugye, amelynek részese volt a cél is, az mondjuk azt írja el, hogy ez egy törzsi dolog. Egyébként maga Radnóti is így gondolta, és a Fifi is, hogy ez egy törzsi dolog, ennek semmi köze ahhoz, ami a mostani világban fontos. Mostani világban az a fontos, hogy szűnje meg az igazságtalanság, mindenki számára szűnje meg a kizsákmányolás, és ehhez egyetlen egy út vezet, a kommunizmus. Független attól, hogy valaki zsidó vagy nem zsidó. Na, ez volt a célnak a meggyőződése. Egyébként ő egy árvaházban volt a Bálint Endrével. Egyébként a Bálint Endrét is nagyon elismerte és támogatta. És adatok vannak rá, hogy a Radnóti házaspárral nagyon jóban volt, és talán menteni is próbálta a Radnóti Miklós, de hát ez az egész egy nagyon nehéz témakör. Mert tulajdonképpen úgy akarták menteni a Radnótit, és a Fifi naplójából, ami nem sokára megjelenik, ez derül ki, hogy semmi konkrétumot, egy lakcímet, hogyha hoznak, hogy menj el a Tüzér utca 46-ba, keresd a Kelemennét, ott el tudsz bújni. Nem. Ilyen nem volt, csak azt mondták neki, hogy bújj el. Hát hova? A Fifi így emlékszik vissza a dolgokra, és valószínűleg az Acél is ezt mondta, hogy bújj el, mit tudom én. De nem hozott neki egy címet. Boldizsár Ivánról is azt terjed el, ő is egy nagyon érdekes személyiség egyébként, egy színzsidó ember, aki teljesen megtagadta a zsidóságát. Na, őróla is az a hír járja, hogy ő is menteni akarta a Radnótit, de nem csak őt szerbantalt, Halász Gábor, Bálint Györgyöt. Na, Bálint Györgyöt nem. Berendi Iván.
Azt is menteni akarta? Nem, az is az volt, mint amit mondtam. A Berentéig van? Igen. Hogy megtagadta a zsidóságot? Nem, az is egy ilyen típusú volt, mint az acélgyöngy. Ja, nem mondom, hogy nem jutott eszembe. Jó. Na most itt a 60-as években, ugyebár, hát egyrészt itt a kemény diktatúra azért kezd egy kicsit fölpuhulni, ugye, ha nincs is az az engedékenység, mint ami az 57-es tavaszi tárlaton, amit a Spiró nagyon szépen megírt, ahol mindenfajta irányzat megjelenhetett, de azért úgy elkezdett valami enyhülni, és enyhült a nyomás olyan művészekre, zsidó művészekről beszélek, mint Ország Lili, Gedő Ilka, Román György, nagyszerű művészekről beszélek most, és Anna Margit, Vajda Júliát is megemlíthetem, Vajda Lajos özvegyét. Úgyhogy enyhült, például Vajda Júliát kezdték már kiengedni, ő megpróbálta eladni a Lajosnak a dolgait, ott Párizsban nem sok sikerrel kiállításokat próbált csinálni. Úgyhogy nagyon emlékezetes a nem zsidó Kassáknak egyébként az esete, hogy nem, miközben így engedték, például Kassáknak azt hiszem 65-ben lett volna egy nagy kiállítás a melyik galériában, híres, most nem jut eszembe, és nem adtak neki útlevelet a Kassáknak, és aztán iratozta, hogy betegség miatt nem tud kijönni. És hát óriási csalódás volt a galeristának, de utána egy nappal megint táviratozott a Kassák, és azt mondta, hogy nem igaz, egyszer nem adtak útlevelet. Úgyhogy itt azért az acélrendszer, a Kassák szerepe nagyon érdekes, nem zsidó művész, de hadd említsem azért meg, hogy a Kassáknak az volt a bűne, két bűne volt. Az egyik bűne az volt, hogy kommunista volt, a másik meg az, hogy ő igazi proletár volt. Most ez egy proletár kommunista rendszerben akkora nagy bűn, amikor a többiek egyik se volt ilyen, na ezért közösítették ki, és ezért dobták ki tacsvonalra a Kassákat. Elkezdtem kalandozni, úgyhogy azt szeretném én mondani, hogy itt azonban az acélnak egy nagyon keskeny ösvényen kellett járnia. Ezt látnunk kell. Már 60-as évek elejétől, de aztán 70-es évek közelettével egyre inkább. Tudnélik, ugye ne felejtsük, 67-ben Magyarország megszakítja a diplomáciai kapcsolatokat Izraellel. Miközben a magyar lakosság soha annyira nem drukkolt az Izraelnek, mint akkor azokban a hetekben. Én tudom, akkor diplomáztam, és emlékszem minden percére. Rengetegen emigráltak 46-ban innen. Tehát azoknak a hozzátartozói mindenki. De hát igen, azért volt fontos, de azért azt mondták, elismerően beszéltek az izraeli zsidókról, hogy huszárosra visszaverték a 300 millió arabnak a támadását. Eközben a hivatalos Magyarország megszakítja a diplomáciai kapcsolatokat Izraellel. Holott éppen akkor volt a legnépszerűbb Izrael a magyar lakosság számára. Nagyon, nagyon faramúci helyzet. Hát acél, nem tudom, hogy mit gondolt ilyenkor, de hát az biztos, hogy neki nagyon vissza kellett fognia magát, mert a hivatalos álláspont az volt, hogy minden, ami zsidó, az cionista, és minden, ami cionista, a szovjet ellenes. Most ebben a helyzetben ő neki nagyon kellett vigyáznia, és nem is késett sokáig az ellenakció. Most már 70-es években megyek át, 73. januárjában egy rendkívül fontos ideológiai értekezletet tartottak a MSZNP központi bizottságában. MSZNP. Igen.
És ott felszólalt egy Sütő Gábor nevezetű külügyi munkatárs, a Központi Bizottság külügyi munkatársa. Sütő Gábor egyébként 90 után a MIÉP-nek a tagjai között találjuk. Akkor még az MSZNP KB-ba dolgozott. És megvádolta az acéli kultúrpolitikát a zsidó befolyás iránti engedékenységgel. Most én el tudom képzelni, hogy már korábban is elhangozhattak ilyenek, hiszen a szovjet vezetés is rendkívül antiszemita volt, és nyilván gyakran írogattak a Kádárnak, hogy csinálj már valamit, mert ez az acél, ez a zsidó, ez túlságosan engedi a zsidókat érvényesülni. És akkor Kádár nyilván azt mondta, hogy na, Gyurikám, hát akkor jó, tegyünk úgy, mintha nem szóltak volna az ország. Nagyon szerette az acélt. Na most ez azért volt abszurd vád, mert az acél, ha valamit, akkor azt kerülte leginkább, hogy egyáltalán az a szó zsidó elhangozzék. Hát akik már elég idősek, azok tudhatják, hogy a 60-as, 70-es években ezt a szót a magyar sajtóban jószerivel le se lehetett írni. És ez az acéltól indult ki, mert azt mondta, nem akarunk gyúanyagot adni az antiszemitizmusnak. Egy szót se. Senki sem arról, hogy ez zsidó, ez nem zsidó, sem arról, hogy zsidó ilyen, zsidó olyan, nem. Ezt a szót nem szabad kiejteni. De mégis ez a vád elhangzott. A következő három dolgot hozta föl ez a Sütő Gábor, ez a népfi. Mint acélnak a botlásait. Engedélyezte Marc Chagall-nak a budapesti kiállítását. Engedélyezte a Hegedűs a háztető című musicalnek a bemutatását. És engedélyezte, hogy Darvas Lili filmen és színházban újra szerepeljen Budapestre. Ez a három vádpont volt a zsidó befolyás iránti engedékenységére a célnak. És a dolog érdekes módon azzal végződött, hogy Kádár félreállította a célt. Akkor tette meg, igaz, hogy nem lejjebb, de tulajdonképpen miniszterelnök helyettessé tette, akinek a kultúra azért a kezében maradt is, meg nem is, de annyira kényes ügy volt ez. És én el tudom képzelni, hogy már a 60-as években is, amikor itt, mit tudom én, Ország Lili, nem tudom pontosan, talán Dávid tud nekem ebben segíteni, hogy Ország Lilinek már ilyen zsidó tárgyú dolgai 60-as években nyilvánosságra kerültek-e, vagy sem. Hát talán nem. De hát ilyen régészeti héberbetűs dolgok biztosan voltak. Na most itt az, hogy egyébként olyan zsidó művészekről is beszélhetünk, mint akik nagyszerű művészek voltak, és az acéli kultúrpolitika eltűrte, hát mit mondjak, Sár Erzsébet. Sár Erzsébet acélnak az egyik kedvence volt. És csodálatos dolgokat csinált a 60-as években. Ugye itt van Berzeller Rudolf, akit nagyon kevesen ismernek, ő egy tetőtől talpig kommunista, de hát egy zsidó férfiú volt. Lehet, hogy ez is szerepelt, hogy miért engedi. Egyébként a Berzellertől néhány köztéri dolgot rendeltek, úgyhogy ő azért az acél korszakban egész jól megért. Román György, én nagyon emlékszem rá, én 74 körül volt ez, jött be a Román Gyuri bácsi, aki süketnéma volt, mint Tihanyi Lajos is, meg mint Pajzs Gőből Jenő is, nagyon nagy festők voltak süketnéma. Betotyogott az ÉS-be, ahol én akkor dolgoztam, és akkor mondja neki a Faragó Vili, hogy Gyuri bácsi, hát írtunk a kiállításodról, ott kint van a levonat, ilyen hasáb levonatok, nem akarod megnézni? És akkor a Gyuri bácsi csak azt mondta, hogy hottyú?
ez az egy érdeklete. És nagyon igaza volt, mert ez az egy dolog számít, hogy a rólad szóló kritika hosszú-e, vagy sem. Na, tehát ezek a nagyon-nagyon fontos zsidó művészek, hát egy páran, mit tudom én, Bán Béla például meglépett 56-ban, Barta Lajos nagyszerű szobrász volt, a három Barta Geschwisternek az egyike. Ő meglépett 70 körül, és hát akkor már átlépünk egy másik korszakba, ahova nem akarok átlépni, de azt kell mondanom, hogy ebben a korszakban, hogy összefoglaljam a dolgot, az, hogy valaki zsidó képzőművész volt, újra versenyhátrányt kezdett jelenteni. Mondjuk nem olyan versenyhátrányt, mint a 30-as években, de kétségkívül olyan versenyhátrányt, hogy rájuk lehetett kenni, hogy az acél, a gyűlölt acél jobb voltából kapnak kiállításokat, ösztöndíjakat, és így tovább. Tehát őnekik megint az jött elő, hogy dupla erőfeszítést kellett nekik tenniük, egyszerűen azért, hogy egyenrangúak, minimum egyenrangúak lehessenek a néha sokkal tehetségtelenebb magyar kollégáiknak. Én egyébként tudnék arról mesélni, hogy a sokat istenített Barcsai, én nem tartom olyan nagy festőnek. A sokat istenített Egrit sem tartom olyan nagy festőnek, mint mondjuk Farkas István vagy Ámos Imré. Tehát ezeket a dolgokat valahogy helyükre kéne tenni, de hát Isten őrizzen, hogy én azt mondjam, mert én most szociológiailag beszélek, én nem akarom revideálni itt a kánont, meg egyet-egyet, de az, hogy ország mindig óriás volt, és az, hogy Sár Erzsébet szintén a magyar szobrászatnak egyik óriása volt, ezt nem hiszem, hogy el lehetne vitatni. Na most az a tény, és akkor van még 3 percet? Igen. Most az egészet összefoglalom. Tehát itt, hogy az újító zsidó képzőművészek legtöbbször nem zsidó szellemi vezérek mögé sorakoztak föl. Ezt egyébként elmondhatom a század elejének a progressziójára. Adi Endre mögé sorakozott föl, az egész 100%-i zsidó polgári radikális, meg szociáldemokrata, meg mit tudom én milyen társaság, szabad köműves társaság, Adi Endre mögé. Na most ez volt érvényes például a Bauhausban is. A nem zsidó Gropius hozta létre, szervezte meg, és tette nagyjá a Bauhausot. Ezt lehet mondani Kassákról is, akik köré összegyűltek, azok nagyon nagy részben zsidók voltak, de teljes mértékben nem ismerték az ő szellemi vezetését, mint hogy a ciamosok is elismerték a Molnár Farkasnak a szellemi fölényét, mert remek építész volt a Molnár Farkas, nem szabad tagadni. Egyébként kitűnő képzőművész is. Na most mi itt a nagy helyzet? Egyébként visszamehetek még a század elő építészetére is, amelyről időhíján nem beszéltem, de ott is nem tudom én, a nagyszerű század elős épületeknek a 70-80%-át zsidók építették. Mint hogy nagyon érdekes, hogy a Széchenyi emlékművet 3 zsidó kapta meg a Ferenc Jóska alatt, úgyhogy állami megbízásokat is nagyon szépen kaptak akkor. De hát ott az az építészgárda, és hát csak hadd említse meg Lajta Bélát, vagy Kvitnert, Komort és másokat, a szabadkai zsinagógát, vagy én nem tudom, az egész monarchiát teleszórták, az egész magyar királyságot teleszórták, csodálatosan. Szerintem a marosvásárhelyi kultúrházat, azt is zsidó építészek csinálták, akik egyébként 40-ben, amikor bevonultak a Hortiek Észak-Erdélybe, másnap már nem léphettek be a kaszinóba. Ezek az építészek, akik a marosvásárhelyi. Na jó.
Na, itt ez a társaság is a Lechner mögé sorakozott föl, aki nem volt zsidó. Most erről mit mondjuk? Ezek is nagyszerű emberek voltak, de mégis hol marad akkor itt a... Akkor viszont helyet kell adnunk annak, hogy annak a régi Wagneri antiszemita vádnak, hogy a zsidó az másodlagos, az utánzó. Ahogy manapság mondjuk a kínaiakról, hogy mindent lekoppintanak és megcsinálják egy ilyen kisebben. Ezt mondták a zsidókról is. Nem. A helyzet nem ilyen. Én azt mondom, hogy voltak olyan csoportosulások, ahol a zsidótagok túltettek a mesteren. Én például a Kerstok, ugye a nyolcaknak a vezére, nem volt zsidó, váltig mondom, hogy Kerstok volt a leggyengébb, mint képzőművész, és a Tihanyi, vagy a Berény, vagy a Cigány, vagy a Czolber, stb. Hát kenterbe verték a Kerstoknak a tudását. Ez a példa ilyen. Ugyanakkor a Bauhausra én azt mondanám, hogy hiába voltak zseniálisak a Breuer, meg a Moholy nagy, igen, ott a Bauhausban. A Gropiusnak a zseniét mégsem vitatnám el. Tehát azt mondanám, hogy azért a Gropius feltétlenül zseniális volt, még akkor is, ha nem tudott rajzolni. Tehát itt én amikor kánonoknak az átrendezéséről beszélek, akkor nem azt mondom, hogy minden zsidó legyen elől, és minden keresztény jöjjön mögéje. Nem. Itt feltétlenül az volt, a Gropiusnak az elsőségét nem lehet elvitatni. Úgyhogy itt esetenként azt hiszem gondosan meg kell vinni. Azt viszont, hogy a Lajta Béla vagy a Kozma nagyobb volt, mint a Lechner. Ugye a Lechner volt a szellemi vezér a japán kávéházban, a Lechner meg a Színyei ott csücsültek, és mindenki az ő kezüket csókolta. És hiába volt a Lechner a szellemi vezére, a század elő szecessziós építészetének, nem ő volt a legmerőbb zseni. Én állítom, hogy a Lajta, vagy a Kvittner, vagy a Kozma sokszorosan túltettek a Lechneren. Előremutatásban, a funkcionális felé átfordulásban, a szecessziót, ahogy átfordították. Nézzük meg a Vas utcai gimnáziumnak az épületét, hát ez már tiszta funkcionalizmus, holott az első évtizedben épült. Úgyhogy én itt azt mondanám, hogy esztétikailag, művészettörténetileg minden egyes csoportosulást külön-külön kell megvizsgálni, és ez egy egészen más feladat, mint az a feladat, amelyet magam elé tűztem, és jól-rosszul el is végeztem. Köszönöm szíves türelmüket, figyelmüket, és ha volna még kérdés, akkor vállalom. És pedig hát úgy halottasztott szerencsével érték túl, és később aztán semmi jele nem volt annak, hogy bárhol is ez probléma, egy szégyen volt, vagy egy hátrány lett volna az életükben, mert el sem hangzott ez a szó. Hát az nem tőled hangzik el, hanem a többiektől. Általában. De egyébként... Nem hangzott el a magyar televízió. Én is egy adalék a családi vonás, elnézést, az abszolút szubjektívként adom ezt elő.
a nagynéném, az édesanyám húga, Fekete Edit volt a Magyar Televíziónak az első grafikusa, egyed eszemébe, egyedül, ugye 57-ben akkor még csak egy grafikus rakdelle, és amikor nyugdíjba ment, akkor 15-ös csapata volt, és nagyon sok bedolgozó. És most itt én odaadtam egy katalógust a Somogyi Zsufinak, esetleg megnézhetni, hogy mit csinál 91 évesen. Mióta nyugdíjba ment, azóta művész. Hát addig nem ért rá, addig dolgozott, a Cica Víziót csinált, ő rajzolta a vers mindenkinek, az ő rajzolta. Már ezt a kopfot? A kopfotra? Monoszkóp. Monoszkóp, igen. Ilyeneket, ilyen a egyszerű dolgokat rajzolt. Miklós, biztos, hogy identitásként ő volt a zsidóság? Ugye az az nem, a versenyhátrány. Ugye, mert a könyveimben az van, de most ezt te, amióta én hallottam, ezt ugye most már töröntőre, nem vagyok olyan biztos ebben. Tehát, hogy ugye itt voltak csoportok, ahol tehetséges, kevésbé tehetséges és tehetséges emberek összegyűltek, zsidók voltak és nem zsidók, kommunisták voltak és nem kommunisták, baloldaliak és nem baloldaliak is. Ezeknek nem az volt a fő ismerő, hogy zsidók voltak, ez a fasság körül, hanem hogy progresszívek voltak, vagy nemzetköziek voltak, vagy építészek voltak, akik teleépítették a várost. Tehát én most, én elolvastam mind a két művet, és nagyon szeretem, de most Isten bizony elbizonytalanodtam, hogy érdekel, hogy ezek egyszerűen egymáshoz csapódó művészek voltak, azonos vélemények ott a világról, ugye ugyanúgy látták a világot zsidóként és katolikusként, vagy kommunistaként, és ezért összesodródtak, de ugye a nyolcaknál is, tehát én nem vagyok, tehát mondom, hogy nem, amit elmondtál, most egy kicsit megjutottam ebbe. Hogy kellene az arány szerint lenni, hogy egy ilyen csoportban, mondjuk amit a kérdésük vezet, abban, ha arányosan néznénk, hány zsidó lenne, akkor nem annyi lenne. Szóval az a szokásos szám, hogy miért vannak olyan sokan pont itt, és mások mert a nyolcadnak volt egy kiállítás, ahol bejött két szobrász is, meg a Lesznai Anna, akik mind a hárman zsidók, a Vedres Márk, meg a Bekő Fülöp, és a Lesznai Anna. Ez 11. És ebből a 11-ből 9 volt. Már meg kint a számarányok fölött ott igen, van. Igen, hát igen. Igen. De hát egyszerűen arról van szó, hogy ők azok, akik hajtósak voltak, akik külföldről hoztak új gondolatokat, úgyhogy hát ilyen van. Többiek azok vadásztak, meg kártyáztak a kaszinóban, stb. Hát azok nem renkölték magukat annyira, mint a zsidók. Itt van az, amit én a kettős erőfeszítésről próbálok mondani, hogy ez a hatalmas motiváció. Egyébként valaki leírta, most nem keresem elő ezt a... Azt mondja, egy lapnál dolgoztunk, és miközben a keresztény munkatársak azok igyekeztek megkapni a színházi riporteri dolgokat, a zsidó riporterek a lábukat lerohanták a legkülönbözőbb helyekre, és azonnal elmentek, és iszonyú motiváltak voltak, hogy megcsinálják a dolgokat. És én ezt érzem, hogy abban a világban, a régebbi világban, a zsidóknak kétszer olyan jónak kellett lenniük. Na most ilyen szempontból, ez amikor észleli ezt a zsidó, és szerintem észleli. Hát ha máskor nem a holokauszt idejét. Mint országgyűlés. Ha ezt észleli, akkor azt mondja, a franc egyenlet. Hát kutyába se vesznek, akkor még többet megpróbálok, még jobb próbálok lenni. Én egyszerűen csak erre gondolok. Tehát ilyen értelme a versenyhátrány, az figyelmezteti a zsidó képzőművészt, hogy ő zsidó. Ne legyen megalázott.
tudó. Én nem mondom azt, hogy mindenki, az öreg Zsolt-nél valószínűleg ilyen soha nem volt, mert ő egyszerűen nem érdeklődött semmi iránt, ami nem a Pipacs volt, meg a Rózsa, meg a Szénakazal, tehát csak a természet érdekelte, meg a portré. De hát de ő tényleg ilyen. Tehát a Zsolt-nél lehet, hogy úgy háttérbe szorult, bár hozzámett a Modok Máriához, egy keresztény nőhöz, a zsidó törvények idején, hogy árja párja legyen, úgyhogy azért valamit ő is sejtett. Hát ilyen sok volt. Igen. Mert úgy tudta, csak egy részet tudod így is megmenni. Így van. A családomban ugyanez volt. Igen. De hogy a barátom, aki a Földes Tamás, ön biztos ismeri. Ja, egy kiadó. A kiadó, igen. Mert most Lasszegazba érte, két újságnak is ír, meg itt is a itteni magyar újságoknak is. A harmad Pistával együtt oda költöztek Lasszegazba. Úgyhogy sokszor találkozok velük. És ott az egyik szülő az keresztény volt, a Földesnél. Az csak egy ilyen beütés. De ja, csak beütés. Ő neki az édesanyja nem az volt se, akkor nincs így van. Tessék parancsolni! Még egy utolsó kérdés. Kérem Alásson, erről általában azt tudom mondani, hogy a zsidó művészek épp olyan vétkesek voltak a behódolásban, mint a nem zsidók. Fönnmaradt például Bernát Alugérnak, Szőnyinek, az istenítő Szőnyinek, akit én szintén nagyon kevésre tartok. Unalmas. Na, mindegy. Ezek ugyanúgy behódoltak a zsdanovista kultúrpolitikának, mint a zsidó festők, olyan zsidó festők, mint a, mit tudom én, a Schubert Ernő, aki kimondottan sztálinista. A Bán Béla. Hát a Bán Béla is, ugye a Füttyös kalauz lett, az nem ő csak. De nagyon szép. Igen. Bán Béla, igen, zsidó léptére ugyanúgy be volt. Úgyhogy én itt nem mondanám. Egyébként a irodalomban ugyanígy. Őrsi Pista ugyanúgy megírta a Sztálin versét, mint a Csóvista. De azért az Acélgyöngy, akár így, mert ön se úgy ítéli meg, az nagyon sok emberen segített. Én nem mondom, hogy nem segített. Az nagyon-nagyon sok emberen. És ő nem is tette, hogy zsidó vagy nem zsidó. Ő ezt a témát eltitkolta, illetve levette a lapot. Igen. Hát erről... Hát ugyanezt mondta önnek, de ő azért egy igazi, olyan ember volt, aki ebben az időszakban nagyon sokat segített a zsidó embernek. Például. Nagyon-nagyon sokat. Hát többet, mint a Rákosi. Így volt. Sokan nem szerették, de azt úgy mondanám, hogy... Ez nagyon szépen köszönöm.